Bő háromnegyed órával ezelőtt indult el a békemenet a Szabadsághíd környékéről Budáról. Molnár Zsófia kolléganőm viszont Pesten a Deák tér közelében van, őt kapcsoljuk most. Szia, ezek szerint akkor már odaért a menet eleje hozzátok. Miért pont ott lesz a kormány főbeszéde? Ez egy rendhagyó helyszín. A menet előszele ért még csak ide, hatalmas a tömeg már most, és gyülekeznek folyamatosan, de ez még nem a békemenet legeleje, és így is láthatják, hogy rengetegen vannak nemzeti színű zászlókkal a kezükben az emberek, és például mellettem Erdőkertesről érkeztek családok is, nagyon sok gyereket és fiatalt is látni. A helyszín pedig rendhagyó, 2006. október 23-án ez a terület, az Erzsébet tér és környéke a modernkori történelem legszégyenteljesebb eseményének volt a helyszíne, mert hogy név nélküli rendőrök támadtak a békés emlékezőkre vízágyúval és könnygázzal, nagyon sokan sérültek meg, szemeket lőttek ki és többeket véresre vertek. Most is találkoztam itt olyanokkal, akik átélték azt az eseményt, és elmesélték, hogy minden előjel nélkül egyszer csak hirtelen támadtak rájuk a rendőrök, és máig nem felejtik el azokat a pillanatokat, most éppen azért jöttek el ide, hogy megmutassák, hogy lehet másképpen is ünnepelni. Az operatív törzs felel most azért, hogy méltóságteljes legyen az ünnep, kamerákkal, drónokkal figyelik a területet, és nagyon meghitt a hangulat már most, az emberek várják, hogy kezdődjön a központi program 15 órakor, és Orbán Viktor miniszterelnök pedig 3:30-kor mond ünnepi beszédet. Lengnek a magyar zászlók, és folyamatosan érkeznek. Talán perceken belül megérkezik a békemenet legeleje is, és azzal teljesen benépesül majd az Erzsébet tér és a belváros. Molnár Zsófiának köszönjük szépen! Láthattuk tehát, hogy vannak, akik a kormányfő beszédére érkeztek, nem pedig a békemenettel együtt, és Zsófia is utalt már arra, hogy a helyszín választása az is 2006-os eseményekre utal, arra, amikor azonosító nélküli rendőrök csaptak össze az utcán lévőkkel. Önnek milyen emlékei vannak a 15 évvel ezelőtti eseményekről? Kétségtelen, ha megnézzük a 15 évvel ezelőtti azonos napi felvételeket, talán pont ebben az időben már a rendőrséggel kapcsolatosan minden elmondható volt, amit már elhangzott. Vízágyúk, paprikaspré, azonosító nélküli rendőrök harcoltak egyébként a demonstrálókkal az Erzsébet téren, majd később egyébként tolták rá ezt a tömeget a békés Fidesz nagygyűlésen részvevőkre. De a 2006. október 23-a nem október 23-a reggelén kezdődött, néhány héttel korábban, amikor az összedi beszéd nyilvánosságra került, és ez váltotta ki mindazokat a demonstrációkat, amelyeket vérbe folytott végül a Gyurcsány kormány. Ugyanis amikor egy vasárnapi napon nyilvánosságra került az összedi beszéd, és az emberek szembesültek annak a trágár voltával, de különösen azokkal a kijelentéseivel, miszerint Gyurcsány Ferenc beismerte, hogy hazudott a korábbi években, akár a kormányzása alatt, akár pedig a választási kampányban, akkor szintén a pártoktól függetlenül emberek a maguk természetes módján rögtön demonstrálni kezdtek a Kossuth téren és számos nagyvárosban Magyarországon. És ezek a demonstrációk minden nap heteken keresztül tartottak október 23-áig, amikor ez az ominózus nagygyűlés létrejött. És október 23-a pontosan azért beszédes és jelentős, mert a Fidesznek a nagygyűlése nem feltétlenül egy kormányellenes demonstrációként, nem Gyurcsány Ferenccel szemben jött létre, ez október 23-ai politikai nagygyűlés volt, voltak értelemszerűen a kormány ellenes, Gyurcsány Ferenc ellenes üzenetei, de ez egy békés demonstráció volt. És semmi sem indokolta azt, hogy a rendőrség ilyen eszközökkel agresszívan lépjen fel a demonstráció részvevőivel szemben, és ez ennek ellen mégis megtörtént. Senki sem provokálta a nagygyűlés részvevői közül a rendőrséget, ennek ellenére a rendőrség nagyon agresszív módon avatkozott be, és gyakorlatilag
kergette szét az embereket az Erzsébet tér környékén és az Asztórián. És pontosan ezért egy fontos mementója, akár a békemenet, akár pedig ez a rendezvény és a miniszterelnök beszéde ezen a helyszínen, mert 15 évvel ezelőtt nem ilyen békés viszonyok uralkodtak Budapest belvárosában. Minden békemenet nagyon felemelő erődemonstráció, így foglalta össze a tömegrendezvényt Bayer Zsolt publicista. Ezzel folytatjuk. Szerintem minden békemenetnek ugyanaz a hatása, egy nagyon felemelő erődemonstráció, amely megmutatja, hogy mennyien vagyunk, együtt vagyunk, és hogy ezt a közösséget, ezt nem lehet szétbomlasztani soha többé. Szerintem ez volt az első legfontosabb üzenete, és azt gondolom, hogy ennek a mostaninak is ez lesz a legfontosabb üzenete az összes többi politikai üzeneten kívül. Mire számít az ellenzék részéről? Hazudozásra, arra, hogy majd elmondják, hogy buszoztattuk az embereket, hogy fizettünk nekik, hogy ide jöjjenek, és majd elmondja holnap a 24.hu, hogy 20 000-en voltunk. Körülbelül erre. A magyar történelemben milyen nyomot hagyhat egy ilyen tömegrendezvény? A békemenet egy önmagán túlmutató fogalom lett, és ez már azt jelenti, hogy bevonult a köztudatba, és így a történelembe is. Szóba került az imént az ellenzék egy gondolat erejére, és akkor folytassuk innen. A Demokratikus Koalíció elnöke, 2006-ban akkor miniszterelnök Gyurcsány Ferenc ma azt írt a közösségi oldalára, hogy az eseményekről a Pesti utcán randevúzott a jogos állampolgári felháborodás, az önmagáért való erőszak és a szervezett államcsíny kísérlet. A határok sem az akkori szándékokban, sem a valóságban nem voltak világosak. Mit gondol erről? Egészen megdöbbentő Gyurcsány Ferencnek a mai Facebook posztja, én is kikerestem, hogyha szükséges, akkor tudjunk belőle idézni. Több oknál fogva merülnek fel kérdések Gyurcsány Ferenc ismételt őszintesége és politikai szándékait illetően. Ugye egyrészt Gyurcsány Ferencnek a pedigréjét mindenképpen szóba kell hozni, ő egy olyan kommunista családba házasodott be, amelyik mind a kommunista rendszer kiépítéséért, mind pedig az 56-os forradalomnak a vérbefolytásáért felelős. Ugye ez apró Antal, az apró klán és az ő leszármazottai, akik a vagyonukat, a befolyásukat és a politikai szerepüket mind annak köszönhették, hogy fenntartották a kommunista diktatúrát Magyarországon egészen 1990-ig. És hogy megnézzük Gyurcsány Ferencnek ezt a mai bejegyzését, furcsa módon egyetlen egy szó sem esik arról, hogy elítélte volna a kommunista diktatúrát, sem pedig arról, hogy az 56-os forradalom vérbefolytásáról ő negatív véleménnyel bírna. Pedig a bejegyzés elejében, mint hogyha pont azt kérné számon a vezető hírportálokon, hogy a 2006-os eseményekről írnak, nem pedig az 56-osról. Igen, mert Gyurcsány Ferencnek, és így léphetünk tovább egyébként az aktuál politikai érdekeire, értelemszerűen 2006 őszét követően egyetlen egy szándéka van mindenképpen, amellett egyébként, hogy revansot vegyen a saját pártján az MSZP-n, a korábbi saját pártján az MSZP-n, az, hogy igazságbeszédnek állítsa be az összödi beszédet, és meg tudjon szabadulni mindattól a negatívunktól, amit az ő kormányzása és a 2006-os őszi események ránézve, vagy rá és pártjára nézve hagytak. És az aktuál politikai kiszólásai pedig mindenről szólnak. Egyrészt üzen mindenkinek, aki a saját támogatója, hogy valójában ő a kormánnyal szemben használja fel október 23-a aktualitását is, tagadja egyébként a részben a 2006-os eseményeket és abban az ő saját felelősségét, valamint a saját elvtársainak is üzen a posztjának a második felében nagyon beszédes, hogy akár kiolvashatjuk azt is, hogy a saját miniszterelnök jelöltjüknek, Márki-Zay Péternek is üzen azzal, hogy vele szemben próbálják megfogalmazni mindazt a kritikát, amit korábban egyébként legitim módon is megfogalmaztak, miszerint Gyurcsány Ferenc antidemokratikus módon lépett fel 2006-ban, az ellene demonstrációkkal szemben, és mindazok az ellenzéki szereplők, akik Gyurcsány Ferenccel szemben akármilyen kritikát fogalmaznak meg, az számára nem szimpatikus, és őket is bírálja ebben a posztban. Márki-Zay Péter egy tavaszi videójában fogalmazott úgy, hogy
Szembenézés volt a szocialista párt hibáival az Ösvédi beszéd. Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban többször is élesen bírálta a 2010 előtti kormányzás minőségét. Vajon miért pont nem az Ösvédi beszéddel van gondja? Azért sajátos Márki-Zay Péternek a fellépése, mert ő korábban próbálta magát úgy definiálni és úgy pozícionálni, mint egy új ellenzék Orbán Viktorral és a Fidesz-KDNP-vel szemben, miközben Gyurcsány Ferenccel szövetkezve belépett az előválasztásba, majd az ő közös miniszterelnök jelöltjük kíván lenni. Éppen azért ez egy, gyakorlatilag egy kettős mérce és kettős beszéd az ő részéről, hiába állítja azt, hogy ő akár kritikusan is gondol Gyurcsány Ferencre, vagy pedig az összedi beszédre, vagy a 2006-os eseményekre. Ennek ellenére elfogadta az ő támogatását, el is fogja fogadni az ő támogatását, amennyiben az országgyűlésbe fognak kerülni, mert szemláthatólag Gyurcsány Ferenc és a pártja, valamint az az ellenzéki együttműködés, amit Gyurcsány Ferenc gründolt, és Márki-Zay Péter pedig tolva maguk előtt próbálnak a politikai győzelmet aratni 2022-ben. Most ez az ellenzéki szövetség lesz az, amelyik megmondja, hogy Márki-Zay Péternek hogyan kell gondolkodni a Gyurcsány Ferencről. Nem Márki-Zay Péter fogja megmondani saját magának, hogy vajon az ő politikai főnökéről milyen véleménnyel is van. A 2006-os eseményekről ejtsünk még néhány szót, már csak azért is, mert a Pesti TV újságírója Karácsony Gergelyt kérdezte Skrapski Fruzsina filmjének a bemutatóján, amely a 2006-os összecsapások rendőr és civil áldozatairól szól. Azt mondta Budapest főpolgármestere, hogy világos volt akkor számára, hogy óriási hibát követel a magyar politika, mert akkor ment tönkre a köztársaság. Ez azért is érdekes, mert Orbán Viktor szokták azzal vádolni, hogy felszámolta a köztársaságot. Nos, ez egy logikus folytatása az iménti gondolatnak és Márki-Zay Péter dilemmáinak, hogyha úgy tetszik. Karácsony Gerge ugye szintén a Gyurcsány Ferenc jóvoltából lehetett miniszterelnök jelölt, és sokáig úgy is tűnt, hogy ő lesz az, aki a DK és más ellenzéki formációk támogatásával kihívója lehet Orbán Viktornak a miniszterelnöki pozícióért 2022-ben. Majd Karácsony Gergelynek szembesülnie kellett azzal, hogy elárulták. Mindaz, amit korábban ígértek neki, az nem fog megvalósulni, nem is valósulhat meg, és mindemellett még személyes tapasztalata is lehetnek azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc miket ígér, milyen eszközöket használt a nyilvánosság előtt, vagy pedig annak kizárásával Karácsony Gergellyel kapcsolatban és vele szemben. Hallottunk itt különböző SMS-ekről, zsarolási kísérletekről a volt kormányfő, tehát Gyurcsány Ferenc részéről Karácsony Gergely irányába, tehát Karácsony Gergely egy sértett ember, aki látszólag hosszú időn keresztül Gyurcsány Ferenccel együttműködésben tudott politizálni és indulni az előválasztáson, majd akkor, amikor lesöpörték az ő indulását az asztalról, akkor hirtelen ismét szembesülnie kellett azzal, hogy Gyurcsány Ferenc átverte. Miért lenne jó véleménnyel egyébként a Gyurcsány Ferencről? És tegyük gyorsan hozzá, innentől kezdve lehet, hogy ez az őszinte Karácsony Gergely, amivel most találkoztunk, aki végre belátta azt, hogy mindaz, amit neki ígértek, az nem valósulhatott meg, őt átverték, és végre őszintén tud beszélni talán mindarról, ami 2015 Magyarországon történt. Közben a nézőink is láthatják már a békemenet elejét, az Erzsébet tér környékén járnak, tehát lassan megérkeznek a kormány főbeszédének a helyszínére, amiről már beszéltünk, hogy hát rendhagyó is a 2006-os eseményekre utal. Mi is ezzel folytatjuk majd, de most következik a híradó a legfrissebb információkkal, és utána beszélgetünk.